Sziasztok, Anami vagyok. Csodálatos évet zárunk. Szó szerint csodálatosat itt az Anami programnál, mert nagyon sok felvétel készült rólatok, ahogy meggyógyultatok gyógyíthatatlan betegségekből, és ahogy az életetek csodálatos módon kimozdult a holdpontról. Ezek a változások akkor jönnek létre, amikor egy nagyobb erő kezd eldolgozni a bennetek, és lehet érezni, hogy ez az energia elindul, és kitisztítja az összes elakadást. Ezek valóban csodák, de gondoltatok-e arra, hogy ez csak a felszín? Vagy ez csak a mellékhatás? Mert ami történik, az az, hogy amikor meggyógyultok, vagy amikor az életetek megoldódik, akkor nagyon nagy terhek kerülnek le a vállatokról. De tudjátok, mi történik ilyenkor valójában? Az, hogy erőtök teljében lesztek. És amikor erőtök teljében vagytok, akkor megérzitek, hogy tulajdonképpen most kezdődik az élet. Amikor már nem a nehézségekben álltok, hanem elindultok előre, akkor meg lehet érezni, hogy már nem csak magatokért tudtok tenni, de másokért is. Erről fog szólni ez az új év, a 2017. És készültem egy meditációval is nektek. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy keressétek meg a legkényelmesebb testhelyzetet. Én azt ajánlom, hogy üljetek le kényelmesen, és találjatok egy olyan testhelyzetet, amiben el tudnak lazulni az izmaitok. És biztos érzitek azt is, hogy amikor ellazulnak az izmaitok, akkor olyan, mintha a kilégzés egy kicsit hangsúlyosabbá válna. Amikor nem feszül a test, akkor az erős belégzések helyett inkább a kilégzés lesz hangsúlyos. Hunyjátok le a szemeteket. És hogyha a múlt évre gondoltok, akkor lehet, hogy van mit kitisztítani ebből a történetből, amit az év jelent. És ehhez nem is feltétlenül kell végig gondolni, hogy mi volt benne nehéz. Hanem csak behunyt szemmel hagyjátok azt, hogy a kilégzés szájon át elkezdjen lefelé folyni a testből. Ez olyan érzés, mintha meg tudnak könnyebbülni a testetek. Meg lehet érezni azt, hogy valami elengedődik ezekkel a kilégzésekkel. Lehet, hogy nehéz volt ez az év. A 2016-os. Lehet, hogy volt benne harc vagy küzdelem. Lehet, hogy voltak benne olyan akadályok, amikkel nehéz volt átjutni. Úgyhogy mielőtt újat kezdenénk, érdemes hagyni kitisztulni ezeket a nehézségeket. Úgyhogy meg lehet érezni, hogy minden egyes kilégzéssel valami elengedődik. Minden kilégzésre olyan, mintha egy vízesés folyna végig a testen. Tala irányába. Minden kilégzés végén, mint hogyha belefolyna a talajba az, ami már nem kell. Meg lehet érezni, hogy valami elengedődik. Meg lehet érezni, hogy ellazulnak az izmok. És ezáltal kioldódik az a feszültség, ami a múlt évhez kötődött. De meg lehet érezni azt is, hogy azzal, hogy ez kitisztul, teret ad majd valami újnak.
Úgyhogy minden egyes kivégzésetek a szájon át viszi magával azt, ami már nem kell. Azt, aminek már lejárt az ideje. Lehet érezni, hogy ellazul a test. Kioldódik a feszültség. És majd egy utolsó kilégzés. És légzés kintartás. A légzés kintartás közben ellazul az egész test. És amikor majd újra belélegeztek, meg lehet érezni, hogy olyan, mintha friss erőt töltené fel a testeteket. Figyeljétek, ahogy a belégzés kitölti a testet. És a kilégzés egészen lágyan ellazítja. A belégzés egészen lentről, elindul fölfelé, egészen a fejtetőhöz. És olyan, mintha bátorsággal töltene föl. Van ennek egy bátorsága, egy frissessége. Lehet érezni, hogy valami elindul. Minden egyes belégzésben benne van az új kezdet. És az is, mintha megnőne a test. Minden egyes belégzés feltölti a testeteket, és lehet érezni, hogy kitágul, kiterjed. Minden egyes belégzéssel, mint ez nem csak bátorság, de remény is, tölteni föl a testeteket. Van ennek egy boldog kisugárzása. Meg lehet érezni, hogy van valami nagyobb bennetek. Valami nagyobb, amiben van hit, remény és bátorság ahhoz, hogy belelépjen az új kihívásokba. Minden egyes belégzéssel megnő és kitágul a test. Volt olyan terület az életetekben, ahol már szinte elvesztettétek a reményt a múlt évben. Lehet érezni, hogy ez hamis. Lehet érezni, hogy a remény újra töltődik. Minden egyes belégzéssel. Minden egyes belégzéssel, mintha az új kezdetet tudnátok belélegezni. És ennek van egy kiterjedése. Meg lehet érezni, hogy a belégzés feltölti a testet, olyan, mintha ki is tágítaná, megtöltené. És nem csak a test határain belül, hanem elől, hátul és oldalt egyaránt. Sőt, fölfelé és lefelé is. És ez nem is kell, hogy túllélegezzétek magatokat. A lágy belégzésben is ott van ez a feltöltő erő. Minden belégzéssel olyan, mint a fel is ébrednétek.
Minden belégzéssel változik a tudatállapot. Minden belégzéssel fel tudtok ébredni egy új kezdetre. Valamiféle új erőre. Arra, hogy nagyobbak vagytok, mint gondoltátok. Arra, hogy sokkal több erő van bennetek, mint gondoltátok. És amikor a belégzésekben megérzitek a saját nagyságotokat, akkor még azt is meg lehet érezni, hogy okkal vagytok itt a Földön. Meg lehet érezni, hogy ebben az új reményben, amit az új év jelent, nem csak a saját problémáitok oldódnak meg, de képesek vagytok kisugározni ezt a fényt, és így tenni másokért is. Minden belégzés kitölti a testet. Egészen lágyan túllép rajta. És meg lehet érezni, hogy lefelé, fölfelé, előre és hátra és oldalt. Olyan, mintha fény áradna ki belőletek. Ez a fény még mindig ti vagytok. Meg lehet érezni, hogy sokkal nagyobbak vagytok, mint a fizikai testetek. Minden belégzésnek van egy lelkesítő ereje. Sőt, ebben a nagyságban meg lehet érezni azt is, hogy védelem alatt álltok. Meg lehet érezni, hogy minden lágy belégzés feltölti élettel a testeteket. Minden belégzésben meg lehet érezni az új kezdetet. És ha figyelitek ezt a folyamatot,
akkor lehet érezni, hogy lassacskán a figyelmetek a szívetekre irányul. Egyre inkább a szívetek lesz a középpontban. Ez nem egy elképzelés, hanem egy testérzet. Meg lehet érezni egy belégzésre, olyan, mintha megnyílna a mellkas. Vele egy vonalban a hát, és oldalt a bordák. Meg lehet érezni, hogy a szív nagysága az nem egy elképzelés, hanem egy testérzet. Meg lehet érezni, hogy a szeretet az valójában erő. Kiáradás. Minden belégzéssel kitágul a mellkas, a hát és a boldogkosár. Egészen lágyan. De meg lehet érezni, hogy minden belégzés túllép a test határa. Biztos, hogy vannak olyanok, akikkel nehézségeitek voltak a múlt évben. Ahhoz, hogy a következő év még fényesebb legyen. Ahhoz azt szeretném kérni, hogy gondoljatok rájuk a legnagyobb szeretettel most. És meg fogjátok érezni, hogy ez nem is gondolat, hanem egyfajta kiáradás. A szeretet sem egy üres szó, hanem egy testérzet. Meg lehet érezni, hogy megnő a fény a szívetek körül. Meg lehet érezni, hogy annyi van belőle, hogy kiárad. És hagyjátok, hogy jusson belőle mindenki. Minden egyes belégzésre meg lehet érezni a szeretet kiáradását. És azt, hogy eléri azokat, akiket szerettek. Eléri azokat, akikkel nehézségeitek voltak. És eléri azokat is, akiket nem is ismertek személyesen. És majd egy egészen lágy légzésben tartás a mellkas sávjában. Egészen lágyan, ne lélegezzétek túl magatokat. Légzésben tartás közben lehet érezni, hogy kiárad ez a fény a szívetekből. És elér mindenki.
Amikor majd jön a kilégzés, lágyan lélegezzetek ki a mellkasotokból. És ha éreztek ott feszültséget, akkor nyugodtan lélegezzetek ki szájon át, úgyhogy hangot is adtuk a kilégzésnek. És lehet érezni, hogy a kilégzésekkel a feszültség kifolyik a mellkasból. De az az erő és az a fény, amit felébresztettetek, az ott marad. És majd együtt a két tenyér a szív előtt. Köszönöm szépen! Legyen csodálatos ez az évetek, a 2017-es. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok ma. Isten áldjon benneteket. Sziasztok!